Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örökké, amen. Kedves testvérek, az elmúlt időben a krédó azon részét magyaráztuk, hogy miként kapcsolódik bele a liturgia hitünk értelmezésébe. Erről a témakörről már sokszor és sokféleképpen szóltam. Szóltam már a liturgiában a képek használatáról, annak fontosságáról, és most is ezzel folytatnám, mégpedig úgy, hogy Jézus Krisztus teológiai és művészi megjelenítése miként függ össze az elmúlt 2000 évben. Ahogy említettem korábban, a képeknek a tisztelete az Ószövetségben még nem volt egyértelmű, mert faragott képet ne csinálj, kapták a parancsot. Ugyanakkor a szövetség ládáján is ott voltak a kerub angyalok, és a legelgondolkodtatóbb az, hogy az ember az Isten képmása. Jézus Krisztus pedig láthatóvá tette magát az Istent, ő mondotta, aki engem lát, látja az atyát is. Ez természetesen a természet fölötti vonatkozásokat akarják mutatni, hogy Jézus Krisztusban megjelenik az Istenség, de ugyanakkor emberi természetén, emberi testén keresztül. És éppen ezért a keresztények a legkorábbi időtől kezdve ábrázolták Jézust. Az is elgondolkodtató, hogy a megmaradt turini lepelnek hívott halotti lepel, amit a kereszténység azzal a közmeggyőződéssel őriz, hogy magát Jézus Krisztust a eltemetett formájában mutatja, és amely főként az újkorban vált a modern technika által jobban megközelíthetővé, már az is ábrázolja Jézust. Ugyanakkor tudunk mandolinokról, nem emberkéz által készített Krisztus képekről, amelyek Közel-Keleten már az ókorban megjelentek. A katakombák falán szintúgy ott vannak a képek, majd pedig az ikonok jelenítik meg, ott abban nem annyira a természetű, hanem a gondolatiságában megjelenített Jézus Krisztus mutatkozik meg, és a nyugati-keleti kultúra kettéválásakor, ami a latin és ortodox liturgiára is vonatkozik, már egészen önálló utat vett nyugaton a Krisztus ábrázolás, hiszen a román korban, gótikában, reneszánszban, majd pedig a barokk korban, vagy a legújabb korban is mindig ábrázolták Jézus Krisztus alakját, és természetesen mögötte volt az az eszmei háttér, ami a teológiának a Krisztus képét adta, ami azután kivetült a művészeti ábrázolásra. Egy kicsit elvontabb témát szeretnék most hozni, mert a Jézus kép fejlődését az egyház 2000 éves életében szeretném érthetővé tenni hallgatóságom számára. Mert nem lehet steril Jézus képet magunk elé állítani, mert ő számunkra nem csak a történeti názáreti Jézus, hanem Krisztus, akinek neve egyben Istenségének a megvallása is. A 2000 év Jézus képének összefoglalása Szent Tamás, Aquinói Szent Tamás nyomán a teológia összefoglalása. Arra vállalkozom most, hogy próbálja meg a Jézus Krisztusba vetett hit folyamatosságát kezdetektől a napjainkig tartó időkig, nem a kutató távolság tartásával, hanem személyes elkötelezettséggel bemutatni. Jól lehet az egyház 2000 éve alatt fejlődő Jézus képet szeretnénk megrajzolni, ő azonban nem érthető meg az ószövetségi háttér nélkül, Jézus maga is az írások szerint is föltárta önazonosságát, gondoljunk az Emauszi tanítványok történetére, ezért a Jézus kép megformálásának alkotó eleme lett az Ószövetség.
Itt csak arra utalhatok, hogy Jézus, mint megváltó, új törvényt adó, tanító, kiengesztelést, bűnbocsánatot adó főpap, a parúziakor ítélkező Krisztus, a kereszthalál tudatosan vállaló szenvedő szolga, a jó pásztor, az emberfia, ószövetség nélkül érthetetlen, sőt, értelmetlen. Ismeretében azonban megértjük, miért mondotta Jézus, vizsgáljátok az írásokat, azok tanúskodnak rólam. Nyilvános működése idején az apostolokban alakult ki róla az első kép. Olyan, mint a többi ember, külsejében teljesen hasonló hozzájuk, családja nem előkelő, előzetes foglalkozása ács, rokonaival nincs különösebben jó viszonya, elment az esze, mondják róla, olvassuk Márk evangéliumában. Ugyanakkor kezdettől kitűnt, hogy szellemében más, mint a korabeli rabbik, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. Tanítását csodák erősítették, és ahol csak megfordult, jót tett, apostolok cselekedete írja. Napi politikát nem űzött, a megszálló rómaiakat nem szitta, de a vallási politikai vezetők kegyeit sem kereste, ellenkezőleg szemükre vetette erkölcsi hibáikat. Velük szemben a bírósági tárgyalásán bátran viselkedett, Jézus szelleméről legtöbbet elmond, radikális hegyi beszéde, amelynek ő maga rejtett alanya. Az apostolok szemében a Jézus képet még összetettebbé tette, hogy szolidáris volt az elesettekkel, a nyilvános bűnösöket nem kerülte, hanem megtérésre intette őket, és messze túllépett korának nőkről való fölfogásán. Az egész néphez fordult, a szimpatizánsokból tanítványokat, majd azokból egy szűkebb apostoli csoportot választott. Mindenki iránt meghirdette a szeretetet, a botrányosnak tűnő ellenség szeretetet is. Voltak azonban néhányan, akiket kifejezetten kedvelt és barátságába fogadott. Követőinek kemény föltételeket szabott Isten országa építésében, a kiválasztottaknak hatalmat adott, de ha kellett, keményen megróta őket, még föltámadása után is. Apostolai megfigyelhették, hogy egészen eredeti Isten tapasztalata van, föltétlen bizalommal fordult a mennyei atyához, Abbához, ezt a szavát meg is őrizte a Szentírás maga eredetiségébe, és ebbe a gyermeki kapcsolatba vonta be őket is. A föltámadása után egyetemes missziós parancsával új oldaláról ismerték meg, mert nyilvános működése idején csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldte őket. Missziós parancsából is kitűnik, hogy Isten országa nem kötődik határokhoz, népekhez, hanem az egyetemes Isten uralmát terjeszti ki. Jézus nyilvános működése alatt politikai félreérthetősége miatt nem mondta önmagáról, hogy ő a messiás. Ezt Péter állította róla. A főpap kérdő vallatására tudnélik, te vagy a messiás, az áldott Isten fia? Én vagyokkal válaszolt. Többször mondta viszont, hogy ő az emberfia, amely Dániel prófétánál az eljövendő messiás címe. Jézus szenvedés története halála bizonyítja, hogy áldozat vállalása tudatos volt, nem csak áldozattá lett akaratlanul. Pere igazolja, hogy elítélése, még a politikai ürüggyel is történt küldetéséhez kapcsolódott, amely a halálra adó főpapok szerint veszélyeztette szigorú monoteizmusukat, egy Isten hitüket. Joggal állítjuk, ha ellensége is megsejtették, hogy ő a messiás, a tanítványai hitték, csak a szenvedés és a kereszt botránya láttán ingott meg bennük a korábbi meggyőződés. A föltámadottal való találkozás élesztette újjá hitüket, illetve teljessé tette és érthetővé tette Jézus földi életét. Dogmatikai meghatározásaik az apostoloknak természetesen nem voltak a földi Jézus
és a föltámadott isteni és emberi természetének viszonyáról, de megvoltak győződve, hogy a keresztre feszített és föltámadott Jézus ugyanaz a személy. Emlékeztek rá, hogy emberként járt köztük, férfi volt, és amit addig egyre mélyülő meggyőződéssel fölfogtak róla, az igazolódott, Isten urrá és messiássá tette, és ő az Isten fia. Így a Jézus kép, vagy még inkább a krisztológia a földi Jézussal való találkozásból nőtt ki, amely húsvéti megjelenéseivel elválaszthatatlanul teljes kinyilatkoztatást adott róla. Az evangéliumok is már érzékeltetik, hogy alapvetően kétféle megközelítése Jézus kilétének, az üdvtörténeti vonal a zsidó-arám hagyományban a preexisztenciából, tehát az Istennél való létéből és a megtestesülésből való kiindulás hellén hagyomány már az ősegyházban megvolt. Jézus megszólítása a legrégibb arám közösségekből származó Maranatha, jöjj el, Uram, és a hellén közösségek Kyriosza, a várakozást jelzik a fölmagasztalt Úrra. A jeruzsálemi közösségben paradox módon, hiszen Jézus nem használta önmagára, a messiás, majd görög változata a Krisztus állandósult jelzője lett Jézusnak. Az Isten fia címet sajátosan keresztény módon kezdték értelmezni, ugyanis a zsidó liturgia is használta azokra, akik Isten egy-egy tulajdonságát utánozták. De most már nem analóg módon, hogy hasonló az Istenhez, hanem ontológiailag, hogy lényegileg ugyanaz. János evangéliuma, Szent Pál levelei tanúsítják. Ő isteni mi voltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, inkább szolgai alakot öltve, kifosztotta önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Ez a híres Krisztus himnusz a Filippi levélben. Szent Pál Jézus élményének, krisztológiájának központi gondolata, Jézus halála és föltámadása, amely az üdvösség igazi eseménye. A legegzisztenciálisabb tényé lett mindenki számára, Jézus Krisztus vétkeinkért kínhalált szenvedett, és megigazulásunkra föltámadt. Mivel az új szövetségi könyvek már a föltámadás fényében íródtak, ezért Jézus egész földi útját, sőt gyermekség történetét Jézus Krisztus az Úr hitvallás alapozta meg, így Jézus egész története szoterológiai, azaz megváltástani jelentést kapott. Az ember megváltását a bűnből, a halálból csak Isten tudja végbevinni, aki ugyanakkor teljesen belé merül sorsunkba. János evangéliuma, Jézus Krisztus preexisztens, tehát földi létét megelőző Istennél való létéből indul ki, helyesebben a logoszt, az igét, aki megtestesült, az örök kezdetekhez viszi vissza. Kezdetben volt az ige, olvassuk János evangélium elején. Krisztus személyiségét az újszövetségi iratok is több oldalról közelítették meg. Az utolsó János evangéliuma, amelynek szemlélete lett a mérce, az egészre jellemző alapképlet, amely egyszerre teocentrikus, tehát Isten központú, per Christum in Deum, Krisztus által Istenhez, mondaná a teológus, és szoterológikus, azaz megváltástani. Modellértékű, ahogy a zsidó-arám kultúra krisztológiája, Jézus képe, de ez most még a teológiára vonatkozik, hogyan váltott át az első század végére a hellenisztikus megközelítésbe, amely nem csak alkalmazkodást jelentett, hanem Krisztus teljességének mélyebb ismeretét, Efezusi levél. Az egyre mélyebb,
spekulatívabb, elméletibb Jézus Krisztusról alkotott hit a szemtanúk halálával alkalmat adott a tévtanításokra. A Jézus kép ettől kezdve mindig krisztológiai kép is. Ugyanakkor az igaz hit kísérő jelensége, vagy éppen szabatos megfogalmazásának kiváltója egy gyeretnekség lett. A kereszténység számára élet-halál harcot jelentő gnosztikus áramlatok, a legkülönbözőbb kultusokat, kozmológiai rendszereket elegyítették. Az ókor New Age-ének is mondhatnánk, megadták az ős mintát valamennyi lehetséges későbbi tévtanításnak. Jézus Krisztus emberségének a tagadása, ez volt a doketizmus. Helytelen viszonya isteni természetével, ez volt a nesztorianizmus. A Szent Háromságbeli helye, az Atya Istenhez való viszonya, amelyet ilyen eretlegségek jelöltek, mint modalizmus, hogy Isten sokféle módon megjelent, pátripasszionizmus, hogy az Atya szenvedett végül is mindig a Fiúban is, mert csak egy Isten van, mondja ez az eretnekség. Szubordinacionalizmus, ez pedig az, hogy alárendeltségek vannak a személyek között. Adopcionizmus, tehát az, hogy Jézus nem volt kezdettől Isten, csak magáévá fogadta az Atya. Isteni természetét tagadó arianizmus, ezt már ismerjük, gondoljunk a Madács jelenetére az ember tragédiájában, hogy az íbetűn veszekedtek, hogy most hasonló-e vagy azonos-e Istennel. Ezt aztán a nicea zsinat tisztázta 325-ben végérvényesen. Hát ez volt a teológia, és ez eléggé elvont így, de ha a képzőművészetre gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy a szellemi küzdelmek mögött a pietás világában a Jézus Krisztusról vallott hit képzőművészeti megjelenései mutatják, mit jelentett az ókeresztény kor embere számára. A katakombák fal festményei, a jó pásztort, mint gondoskodót, bárányait legeltetőt, a kenyérszaporítást végzőt, a szamariai asszonnyal beszélgetőt, Lázárt föltámasztó üdvözítőt mutatják. Megjelentek a metaforikus ábrázolások is, az önmagával másokat tápláló pelikánmadár, vagy az áldozati bárány, a halált legyőző főnix madár, vagy az örök élet szépségét jelképező páva, vagy összefoglalóan a hal képe, az iktusz, ami Krisztusra utal. Ezek metaforikus ábrázolások, de ahogy említettem is, az első ábrázolás, ami persze később vált nyilvánvalóvá, az a turini lepel, ami valószínűleg, hogy Jézus Krisztus sírjából került elő, amelynek szép összehajtása nyomán hitte el János evangélista, hogy Jézus Krisztus valóban föltámadt. Visszatérve a nicea zsinat döntő kijelentésére, az egy nagyon hosszú körmondat, amit legalább egyszer egy életben érdemes meghallani, hiszen mi csak a kivonatát imádkozzuk a Hiszek egyben, így szól, hogy hiszünk az egy Istenben, mindenható Atyában, az összes látható és láthatatlanok teremtőjében, és az egy Úrban, Jézus Krisztusban, az Istennek a fiában, az Atyától egyszülöttként születettben, azaz az Atyának szubstanciájából, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, igaz Isten az igaz Istentől. Született, nem teremtetett. Egy lényegű az Atyával. Általa teremtetett minden, ami az égben és ami a földön van. Aki értünk, emberekért, és ami üdvösségünkért leszállott, és megtestesült emberré lett, szenvedett és föltámadt. A harmadik napon, és fölment a mennybe, el fog jönni ítélni élőket és holtakat. Ezt mondja a nicea zsinat, eszerint a preexisztens ige a logosz, tehát a Jézus életét
megelőző második isteni személy, Isten fia, csak akkor adhat a világnak megváltást, halhatatlan életet, Istennel való közösséget, ha a lényege szerint ő maga is Isten. A zsinat a görög filozófia eszköztárát felhasználva nem csak Jézus Krisztus személyét tisztázta, hanem a megváltásba vetett hitét is kifejezte, mert a bűnből csak Isten válthat meg bennünket. A nicéai zsinat újabb problémákat vetett föl, ami abból is adódott, hogy az alapfogalmakat, az úszia, lényeg, hipostázis, egyedi lényeg, személy, a latin fordítása, a substancia, szubszisztencia nem használta következetesen. Ezt a feladatot 381-es konstantinápolyi zsinat oldotta meg. A legnehezebb válaszadás csak ezután jött arra a kérdésre, hogyan lehet Jézus Krisztus egész valójában Isten és ember. A kettő hogyan egyesül? Anélkül az, hogy egyik megrövidülne, vagy feloldódna. Ezt a nehéz választ az antiochiai és alexandriai teológiai iskolák sem tudták megadni. A kalkedóni zsinatot megelőző 431-es efezusi zsinat krisztológiai megállapításai inkább Szűz Mária Teotokosz, azaz Isten szülő voltát emelték ki. Vele párhuzamosan kibontakozó monofizita eretnekség, amely szerint Jézus Krisztus emberi természetét magába olvasztotta az Isten természete, szükségessé tette az ókor legnagyobb zsinatának, Kalkedonba való 451-es összehívását, amely máig legfontosabb hittani definícióját fogalmazza meg Jézus Krisztusnak. Most megint egy nagyon velős és kicsi elvont definíciót adok, de a teológiai háttér megértése az nagyon fontos, illetve annak a szellemi küzdelemnek, amely Jézus Krisztus kilétét, képét teológiai módon megfogalmazta. Hát így szól ez a kalkedoni meghatározás. A szentatyák nyomdokait követve, mindnyájan egy szívvel, szájjal valljuk és tanítjuk, hogyan írunk Jézus Krisztus egy és ugyanaz a fiú, ugyanő tökéletes istenségében és tökéletes az emberségében. Ugyanő valóban Isten és valóban értelmes lélekből és testből álló ember, ugyanő az atyával egylényegű istensége szerint, minden szempontból hasonló hozzánk a bűnt kivéve. Aki az idők kezdet előtt az atyától született istensége szerint, ugyanő született a végső kornapjaiban az Isten szülő Szűz Máriától embersége szerint, érettünk is, ami üdvösségünkért. Egy és ugyanazon egyszülött fiú, Úr Krisztust kell vallani, két természetben össze nem elegyítve, változhatatlanul, meg nem osztva, és szétválaszthatatlanul anélkül, hogy az egyesülés által a két természet különbözősége bármi módon eltűnnék, hanem inkább úgy, hogy mindkét természet sajátossága épségben maradjon, amelyek egy személyé kapcsolódnak össze, nem tagozódik és nem osztódik két személyre, hanem egy és ugyanaz az egyszülött fiú, Isten, ige, Úr Jézus Krisztus, ahogy azelőtt a proféták róla szóltak, és ahogy minket maga Jézus Krisztus kioktatott, az atyák hitvallásában ránk hagyományoztak. Az egyetlen hatalmas tömör mondatnak az unió hypostatika, vagyis az egy személybe bele testesült két természet a vezérszava, amely egy és ugyanazon Jézus Krisztust vallja, két természetben keveredés és elszakadás nélkül. Egy személyben, azaz hipostázisban. Tény, hogy ez a dogma statikus, nem ismeri a történelmi dimenziót, tehát, hogy a különböző korokban hogy közelítették meg Jézus Krisztus kilétét, de olyan keretet ad, amely
amelyen belül meg kell fogalmazódnia minden krisztológiai tanításnak, sőt a misztikus tapasztalatok keresztény ismérve is egyben. Vagyis a misztikusok, ha olyan látomásokat közölnek, ami ezzel nem egyezik, az eretnekség. Az ókeresztény hellenisztikus krisztológiának még egy eretnekséget kellett helyre igazítania, amely Jézus Krisztus egyetlen akaratát vallotta, ez volt a monotelétizmus. Éles szemmel észrevette Maximus hitvalló, ha Jézusnak nem lett volna emberi akarata, akkor éppen ezt a képességet nem vette volna magára, amivel az ember Isten ellen lázadt, és így nem gyógyíthatta volna meg. Isten akaratát csak egy megigazult akarat tudja elfogadni. A harmadik konstantinápolyi zsinaton 680 és 81-ben a két akarat tanításával teljesítették a kalkedoni dogmát. Hát gondoljunk arra, hogy a gecemáni kertben így imádkozik Jézus, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár, de ne az én akaratom, hanem a te akaratod valósuljon meg. Az Atyával való akarata isteni személyként egy és ugyanaz volt. Emberségében volt külön akarata, és azt kellett hozzáigazítani az isteni akarathoz. Hát ezen tömény teológiai után érdemes-e korszak Jézus képzőművészeti megjelenítésére is gondolnunk. Az első portrészerű képe Jézusnak az 5. század elejéről a római Sancta Pudenciana templomban látható. Az ábrázolásoknál mértékadó lett a legendákból ismert edesszai Abgár király mediléuma, amiről már szóltam is. Amíg a ravennai mozaikon szakál nélküli ifjúnak ábrázolják Jézust, a többi képen általánossá lett szakálas megjelenítési mód, mert ő az Atyának képmása. Zsidókhoz írt levélben így olvassuk. Az Atyát mindig ősz, a fiút barna szakállal ábrázolják. A bizánci birodalomban a pantokrator ábrázolás lett általánossá, tehát az az uralkodó Krisztus ábrázolás, mert azoknak a császároknak, akik az egyház életében tevékeny szerepet játszottak, zsinatokat hívtak össze, zsinatokon elnököltek, nagyon jól megfelelt a világot uraló Krisztus képe. Jelképe is lett az ortodox teológiának. Ahogyan az ikon ábrázolásban szigorú szabályok kötötték a festőket, az arc arányai, a színek, a piros alsó ruha isteni természetét, a kék felső ruha az emberi természetét jelzi Jézusnak. Úgy a teológia a már kialakult mély dogmatikájú liturgiával évezrednél is hosszabb időre megmerevítette a Jézus Krisztusról szóló tanítást. Ja, az ikonokat szinte ma is azon törvények szerint szinte ugyanúgy festik, mint az első évezred elején. A népvándorlás évszázadai alatt az Európába beözönlő törzsek Jézus Krisztusról vallott hite mindig függvénye volt annak, hogy milyen misszionárisokkal találkoztak. Így történhetett meg, hogy sokszor az ariánus hitet vették át, vagyis tagadták Jézus Krisztus istenségét. Kulturális szintkülönbség, elmaradottságuk miatt ez a korszak nem tudta gazdagítani, de elérni sem a korábbi magas szintű krisztológiát. Az ezred forduló után a nyugati latin krisztológia lett a mozgalmasabb. Az üdvösség hiányát a bűnnel azonosították, ezért az üdvösségre való vágyódás középpontjába Jézus Krisztus szenvedése és halála került, amit önként vállalt engesztelő áldozatként értelmeztek. Ebben az időben jelennek meg a feszület ábrázolások. Tudomásom szerint az elsőt a kölni domban őrzik a 9. századból. Canterbury Szent Anselm szatiszfakció elmélete, vagyis a jóvátétel elmélete hosszú időre meghatározta a nyugati teológiát. Ez a teológiai fölfogás egyaránt megfelelt a jogi gondolkodású germán népeknek,
de hát a másik két monoteista vallással folytatott dialógusban is használható volt, tehát a zsidókkal meg a muszlimokkal. Vagyis, hogy Jézus Krisztus eleget tett a bűnért. Lényege gondolatmenetnek, hogy Isten szentségén esett sérelmet csak Jézus Krisztus tudta orvosolni, és az ember bűn miatti tartozását is kiegyenlíteni. Aki egyszerre közülünk való és Istennel egyenlő, az Isten ember képes erre. Az ő végtelen értékű életének önkéntes átadása váltságot ad azért, ami az egész világ bűnöseinek a tartozása volt, sőt, még végtelenül többet is. Ez a Jézus esemény megközelítés szinte kizárólag Jézus halálára irányult, hatástörténete óriási, a katolikus teológia enyhítve integrálta és átvette a protestáns szoterológia az megváltástan is. Ettől kezdődően, hogy a feszületek általánossá lesznek mindenütt. Talán ez a szatiszfakciós elmélet egyoldalúsága váltotta ki a ferences teológusokból az abszolút inkarnáció, az abszolút megtestesülés elméletét, amely főként Duns Scotus képviselt, mely szerint Isten fia akkor is emberré lett volna, ha az ember nem vétkezett volna. Tény, hogy a ferences állítat nem csak a megfeszített felé fordult, hanem Jézus egész életét, a gyermek Jézust is különösen tisztelte. Assisi Szent Ferenc állította föl az első Betlehemet. Aquinói Szent Tamás, mint mindenben, így a krisztológiában is szintézist alkotott, kortársai közül ő ismerte legjobban a görög és latin atyákat. Tamás krisztológiája teljesen Isten központ, az a teocentrikus, Isten a főszereplő, Krisztus csak eszköz, idézőjelbe téve, közvetítő, az ő embersége az istenség eszköze. Szent Tamás az ágostoni gondolatokat is felhasználta teológiájában, Isten szeretete dominál, amely meghatározza Krisztus történeti létét, és bennünket viszont szeretetre indít. Jézus Krisztus megváltó módon mindig úgy működik, hogy bennünket megnyit a hit és szeretet szabadságára. Ezt a Summa teológiában olvassuk. Mindazonáltal a skolasztikus teológia Krisztusról szóló tanítása nagyon elméleti volt az egyszerű nép számára, ezért a Jézus iránti közvetlen szeretet Szent Bernát nyomán élénk visszhangra talált. A szenvedés történetek Jézusában nem a elégtevőt, a szatiszfaktort láttatták meg, hanem az emberrel szolidaritást vállaló Jézust. Ekkor jelennek meg a keresztutak és a kálváriák. A misztikusok, radikális Krisztus követők, mint például Szent Ferenc is, vagy a devóció moderna, az a késő-középkori, újkori vallásos mozgalom, Krisztus követését közel hozta az egyszerű szerzetesekhez és az elkötelezett hívekhez. Gondoljunk egy Kempis Tamás, aki ilyen című könyvet is adott ki, hogy Krisztus követése, Pázmány fordította le, abba szinte ilyen szerzetesi módon, regulában, napi pontokba foglaltan ott van, hogy mit kell tennie a keresztény embernek. A humanizmus korában az ember, az egyes ember került a középpontba, ez a szellemi áramlat lett igazi háttere a reformációnak, és nem a búcsú cédulák. Az egyes ember ugyanakkor érezte a kiszolgáltatottságot járványok, háborúk miatt, vele együtt felerősödött a bűntudata. Luther Márton csak kifejezte ezt a lelki szorongást, amikor föltette a kérdést, hogyan találok az irgalmas Istenre, kibocsátja meg bűneimet. Egészen ilyen szubjektív, egzisztenciális módon a hit által Jézus Krisztusban, a megfeszítettben találta meg Szent Anselm teológiáját, egészen egzisztenciálessá tette,
és azt mondta, hogy számomra, számodra a kút szavai. Hogy szokták ezt mondani a protestáns prédikációkban? A személyes megváltom Jézus. Krisztus engesztelő megváltónk, de csak akkor, ha az ember elismeri teljes bűnösségét, érdemtelenségét, akkor adja Isten az ember számára a megigazulást. Calvin teológiája lényegesen nem változtatott a krisztológián. Erőteljesebben hangsúlyozta ugyan Krisztus uralmát, amely azonban veszített erejéből az ember végső sorsát illetően, mert nála a predesztináció a kározatra is szól. Vagyis azt mondja Calvin, hogy a kározatra is Isten hatalma vett bennünket, mert ő mindent előre tud. A katolikus teológiában a kiválasztottság csak az üdvösségre vonatkozik. Az újkor hatalmas társadalmi, szellemi, technikai változásai következtében a nyugati ember Isten hitében megingott. És már nem elégedett meg a régi kérdésföltevésekkel és válaszokkal a krisztológiában sem, amelyek igazak voltak, de hittani formulákká merevettek. Nem véletlen, hogy a személyes Krisztus kapcsolat fölvirágzott a katolikus Jézus szíve ájtatosságban, vagy a protestáns pietizmusban. Tehát ez a barokkor tájékán keletkezett lelkiség, ugye Alakok Szent Margit hozza a Jézus iránti szeretetet, mert ő végtelenül szeret bennünket, és ezt úgy ábrázolják, hogy Jézus szíve látható is. Miután a protestáns teológia kevéssé engedte meg a képi ábrázolást, de az imádságaik, gyakorlatuk az teljesen ilyen, szinte érzelmességig menő vallásossággá lett. A racionalizmus előre törésével a kereszténységet csak mint morált fogadták el, ennek megfelelően gondolkodtak Jézusról, a polgári Krisztusról, aki legjobb pedagógus, mondja Lessing, az emberek barátja, mondja Kant, a polgári rend őre. A viktoriánus korban Jézus kezében lámpa van, így ábrázolják, aki vigyáz és figyel az emberekre, mint az erkölcsi tökéletesség eszményképe. Végjár az utcán, és figyel, hogy ki mit tesz a házaiban. A Jézus képből mindent kiirdottak, ami ellent mondott a fölvilágosodás szellemének. Ő csak a legkiválóbb ember lehetett. A szoteriológiai, tehát megváltástani, eszkortológiai végső időkről szóló küldetésből megfosztott Jézus Krisztus csodái is természetes módon megmagyarázható. Egyre másra születtek meg azok a Jézus életrajzok, például Önané is, amely már nem ismeri el a csodát. Mindez azonban szükségképpen kudarcot vallott, mert az evangéliumok nem életrajzok, hanem a jó hír tanúi. Ebben az időben a Jézus ábrázolások elvesztették szakralitásukat. Hiánypótlásként megjelent a szentimentális Jézus kép és a gicsek konzum termékei. Hát gondoljunk a vásárok bazári Jézus képeire, vagy akár még falvédőkön is látunk ilyeneket. A 20. században megtapasztalták a felvilágosodás és a racionalizmus zsákutcáját, és új módon közelítették meg Jézus Krisztus személyét, amelyeket a tanulmány keretében még csak summázni sem lehet. Egy-két jelentős jellemvonása a krisztológiának, hogy éles határvonalat húztak a történeti Jézus és a hit Krisztusa között. A Szentírást ennek a szellemében mitusztalanították. Bultmann, a protestáns exegéta, Szentírás tudós azt mondja, hogy ki kell venni azokat a részeket a Szentírásból, vagy úgy kell magyarázni, mint egy mesét, ami emberésze föl nem fogható. Új dimenziókat nyitott az embertudományok fejlődése, és az az egzisztenciális és antropológiai tapasztalat, hogy az ember elidegenedett szeretetésségére és végső kérdésekre nem talál immanens módon választ. A protestáns teológusok, de Hans Urs von Balthasar is Isten válaszát Jézus Krisztusban találják meg, aki az Atya iránti radikális engedelmességgel járja
az önkiüresítés útját a keresztig. Karl Rahner féle transzcendentál antropológia kiinduló pont megmutatja a Krisztus esemény szükségképpen előfeltételeit minden emberi életben, minden konkrét emberi egzisztencia a végtelen Istenre irányul, minden ember egyedül az ő megismerésében és szeretetében lesz igazán emberré. Ez mindannyiunk tapasztalat, hogy mindig többre vágyunk, amit elértünk, az nem elegendő szellemi téren sem, és azt mondja Rahner, hogy ez Istenre irányul, ez a végtelen vágyunk. Ennek az egyetemes Istenre irányultságnak az Isten szabad elhatározásából történő tette Jézus Krisztus megtestesülése. Teilhard de Chardin evolúciós kozmikus krisztológiája Krisztus egész világ egyetemre kifejlődő jelentőségét dolgozza fel. A különböző földrészeken megszületőben vannak az inkorporált Jézus értelmezések. Afrikában Jézus a főnök, az ős Dél-Amerikában a szegényeket fölszabadító forradalmár, Indiában a nagy guru, Kínában a mennyei ember, japánoknál az úttá váló Tao, párhuzamosan az ennek megfelelő művészi ábrázolások is megjelennek. Magyarán a négerek fekete Krisztust, a japánok ferdeszemű Krisztust és sárga bőrű Krisztust ábrázolnak, mert inkulturálják őt. Nagyon szerte ágozik a teológiai Jézus kép, amit a szakteológusoknak is nagyon nehéz áttekinteni, de ugyanez vonatkozik a művészetek világára is. Kalocsai érsekként Prokop Péter atyára hívnám fel a figyelmet, aki több ezer képet festett élete folyamán, és Jézust nagyon sokféle formában jelenítette meg, bibliai történetek, a megfeszítés, a föltámadt Krisztusnak sokféle képét is. Ő maga is fejlődött. Voltak olyan képei, amelyekre azt mondta nekem annak idején, hogy ezt már művészileg nem vállalom. És vannak olyanok, amiket mi átlag emberek nem föltétlen értünk meg. De hihetünk neki, hiszen ő azon művészek közé tartozott, akik ha azt mondták volna neki, hogy megtévesztésig fessen le egy klasszikus képet, meg tudta volna tenni. Itt arról van csupán szó, hogy talán mi nem érünk föl az ő magasába, de az ő esete különösen is jó a szakrális művészet érzékeltetésére, mert teológus is volt és művész is volt egyszerre, és ahogy Fra Angelico mondta annak idején, hogy aki hitelesen meg akarja festeni Krisztust, az együtt kell, hogy éljen vele. Hát egy ilyen papfestő, mint Prokop Péter, aki évtizedekig Rómában imádkozva, elmélkedve, nem meggazdagodva festészetéből, sokszor és sokféleképpen festette meg a bibliai jeleneteket, segít bennünket a modern festészet útján is, hogy közeledjünk Krisztus mélyebb megismerésére, de ezzel soha nem fogunk elkészülni, mert azt mondta a Szent Pál apostol az efezusi híveknek, hogy még nem tudjuk fölfogni az összes szentekkel, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, nem ismertük meg Krisztus minden ismeretet fölülmúló szeretetést, és nem teltünk be az Isten egész teljességével. Hát ha Szent Pál ezt mondja, akkor a teológia sosem fogja őt kimeríteni. Ugyanígy elmondható a művészet világáról sem, hogy azt sem fogja kimeríteni. A művészet azonban, mivel olyan beleérző képességekkel is rendelkezik, ami csak a szó területén nem megtapasztalható,
jó kiegészítheti a Krisztus iránti szeretetünket és az ő mélyebb megismerését, és éppen ezért a liturgiának szerves része a Krisztus kép, a kép megjelenítése, mert nem csak a régi korok emberére utal az, hogy volt a Biblia pauperum, hogy látta a képeket, olvasni nem tudott, de megjegyezte és elálmékodott, hanem ha a mai festészet a szakralitást bírja magában, akkor Istenhez vezetett olyan embereket, akik mondjuk betérnek egy templomba, vagy látnak egy ilyen képet, és a Krisztus művészi ábrázolásáról, arról a képről indulva eljutnak a teológiai képhez, és a teológiai képen túl a meggyőződéshez, hitük mélyebb elmélyítéséhez. Hát erre való a művészet, és ebben segítsen a művészeket a Szentlélek Úristennek a kegyelme. Amen. Dicsértessék a